Köszöntöm a megjelent vendégeinket, köszöntöm Márki Zaj Pétert, az MMM elnökét, köszöntöm Lelki Sándor urat, Nógrád megye egyetlen országgyűlési képviselőjét. Azt tudni kell mindenkinek, hogy ez a Mindenki Magyarországért Mozgalom nyugat-nógrádi Kossuth körének a rendezvénye. Ebből mi rendszert szeretnénk csinálni, tehát minden hónapban szeretnénk egy ismert, vagy esetleg nem közismert, de érdekes embert bemutatni itt a városba. Mi ezt elhatároztuk, hogy ezt csináljuk folyamatosan. Az a célunk, hogy beszélgessünk. Hogy beszélgessünk az emberekkel, beszélgessünk egymással, hogy megszüntessük az országba azt a széthúzó, acsarkodó világot, mert hogyha nem beszélünk egymással, akkor ez az ország tönkre megy, sehova nem fogunk jutni. Az a célunk, hogy közelebb hozzuk a lakosságot, a választópolgárokat, most a politikust, a mai programunknak a címe a politikus is ember, ezt a tematikát fogjuk körbejárni Hódmezővásárhelyi polgármesterével, Márki Zaj Péterrel. Megkérem Zagyó és Sándor urat, hogy moderálja ezt a beszélgetést. Kedves megjelentek, így köszöntőnek álljak fel. Szeretettel köszöntünk mi is itt a ma estén megjelenteket, és nagy örömmel szolgál, hogy bár szűkebb körben, mint ugye tavasszal voltunk a zeneiskolában, ismét együtt vagyunk, és vége a szédülésünknek, úgy gondolom, és én az ország helyzetében és hangulatában is azt látom, hogy felálltunk a ringbe, és újra elkezdődik egy mérkőzés, reméljük, hogy jó kimenetele. A mai estén engedjük meg, hogy mielőtt valamit is elkezdeni, a mobiltelefonokat lennének szívesen kikapcsolni, vagy lehalkítani. És egy személyes élménnyel indítsak Márki Zaj Péterrel kapcsolatban, mikor megismerkedtünk, mint pedagógusnak azt tetszett a legjobban így indításképpen, mikor magyarázta a politikájának a lényegét, hogy a gyermekeinek úgy próbált előadni a mai politikai helyzetet, hogy van az osztályban egy velejéig romlott gyerek, aki zűrleszti az osztályt, ellopja a 10 órait, lekéri a lányokat a buliba a fiú kezéről, és a többi. És a gyerekeknek feltette a kérdés, hogy ti gondolom feltett, hogyan kezelnétek ezt a helyzetet. Ez egy olyan plasztikus életközeli megközelítése a magyar problémáknak, hogy azt hiszem, hogy ebben sok minden benne van. Köszöntöm én is a magam nevében is, és a Kossuth nevében is még egyszer Felicia asszonyt is, aki volt kedves és elkísérte a Pétert, és engedjék meg, hogy hát egy jelzőt hadd tegyek hozzá, mikor jellemezzük Péter munkásságát, hát az energia és az ambíció és a várathatatlanság mellé, így összességében a magyar politikának én, lehet, hogy ez túlzás, vagy nem helyén való, de egy olyan csiszolódó gyémántjáról van szó, ami 50 éves kora miatt nagyon nagy távlatokat nyit a magyar politika számára, és az neki egyénileg is. Engedjék meg, hogy ugye azokat a egyéni élet történeteket, most ne vegyük sorra, ami hozzáférhető, meg aki érdeklődött, tudja a élettörténetét és a politikai vállalkozásnak a történetét, de engedjék meg, hogy ami feltétlenül kiemelendő, az a nekem is, mint pedagógus számára, hát innen nézem ebből, az a néhány, nem néhány, azt hiszem 6 diploma, ami úgy merbe vágja az embert, hogy 10 vagy 15 év alatt 6 diploma megszerzése, az egy olyan szellemi és lelki
erőt feltételez, és ambíciót is, ami rendkívüli. Aztán itt van a másik, a 7 gyermek. A 7 gyermek igazgatása egy családba szintén, vagy ott van az élettörténetben az ősök, az a gyökérzet, amiből indult Márki-Zay Péter története, és az a környezet, ami körülvette Hódmezővásárhelyen, a parasztpolgári hagyományoktól kezdve a közeli viharsaroki radikalizmusig bezárólag sok minden lehetett az élettörténetben. Én mindjárt kérdezzek, és nem nekem kell beszélni, hanem Péternek, hogy rákérdezek, hogy a gyökerek a családi hagyományokat, a családból indulást hogyan értékeled, mi a véleményed arról, hogy látszik rajtad egy nagyon emberközeliség, egy arisztokratikus tartás is, és legutóbbi fényképen szembetűnő volt, egy magas hegycsúcsról nézel le, és hívod a társaidat, hogy nézzünk magasról a dolgokra, legyen egy szélesebb horizontunk. Ez nagyon tetszett ez a szimbolikus kép, hogy te nem csak a választásokra hívod, hogy gyertek följebb, tehát fölfelé tartsunk, hanem a látószögünk is valahogy ne földközeli, hanem emelkedjünk fel a látásmódunkkal, és így nézzünk a világra. És ebben a szálban látom a te vallásosságodat, az erkölcsi tartást, az etikát, ami mindenképpen példamutató, és ha legyen az első kérdésem, akkor ez az indulás, a gyökérzet és a többi. Köszönöm szépen. Maradjatok ülve. Igen, én is ülve. Mindjárt nézzük, ezt kell valahol bekapcsolni. Nos, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, én is ülve fogok beszélni, de úgy, ahogy tanár úr megtette, én is először állva hadd köszönjük mindenkinek, és köszönöm meg a meghívást. És én is csatlakozom Berki Sándor köszöntéséhez, országgyűlési képviselőként itt van, illetve Gyenes Szilárd, aki jelöltünk volt itt, szintén nagyon szépen köszönöm. És hát természetesen Folytos Istvánnak, mint szervezőnek és társainak, tehát a helyi teljes Kossuth körnek nagyon szépen köszönöm, egy tapsot kérek nekik a szervezésért. Ha megengedik, leülök. Az a fotó, amit most egy bő hete készült, az a Bihar hegységben, a Galvina Szirten készült. Egyébként ez egyik kedvenc kiránduló helyünk, Hódmezővásárhelyhez ugyanis ez a hegység van a legközelebb, és itt ráadásul a magyarországi hegyeknél egy picivel nagyobb és sokkal színesebb, mert ez egy karszthegység. Tehát a rámszakadékot szokták Magyarországon emlegetni, mint amely az ilyen technikai hegymászásnak a mindenki számára elérhető gyakorló terepe. Hát ott a Galvina kőköz például egy ennél sokkal színesebb, érdekesebb hely, ahova gyerekekkel nagyon sokat jártunk korábban. Azt mondom, hogy élvezetes, szép, gyönyörű hely, és ilyenkor ősszel a színek miatt különösen is. Ott készült a kép, és a beállításnak annyi érdekessége van, hogy aznap pont azt a pólót vettem fel, ami ilyen Hódmezővásárhelyi sportrendezvényre mentünk egyszer az önkormányzatok sportmegyévú városok sportversenyére, éppen Nyíregyházára, és akkor mint a csapatot kísérő, és a csapatnak a pólóját kaptam, aminek a hátulján a Hódmezővásárhelyi felirat szerepel. Ráadásul a mi zászlónkban egyébként a székely színek és szimbólumok vannak, a sárga és a kék szín, úgyhogy ez is egy kék póló, egy sárga Hódmezővásárhelyi felirattal a háton, és azért volt így beállítva, hogy a felirat olvasható legyen. Na hát ennyi ennek a története, de maga a hegymászás is, ahova most éppen baráti társaságban egyébként a Mindenki Magyarországa mozgalomban velünk dolgozó barátokkal mentünk el, de erre a hegyi kirándulásra előtte általában gyerekekkel mentünk, úgyhogy a családi együttétnek is egy formája, ami különösen jó ebben a helyben, hogy itt többnyire nincs térerő. Hát ha ott vagyunk, akkor van, hogy napokig nem tudnak elérni, én sem értesülök, hogy mit írnak éppen rólam, melyik nap mit írnak rólam,
Úgyhogy ennek van egy ilyen tényleg kikapcsoló jellege, ezért is szeretünk oda menni. Tehát a családi gyökerek, hogyha már itt adódik, azt gondolom, hogy mindenki számára. Az a szerencsés, hogyha mindenkinek fontos a család, és meg lehet figyelni, talán filmekből legtöbbek számára látszik, de szerintem az életben közeli ismerőseink körében is látjuk, hogy ugye két nagyon eltérő hozzáállás van a családhoz, az egyik, aki mindenáról szabadulni igyekszik. Pont az ellentétét igyekszik csinálni, mint a szülők. Tehát akinek valamilyen negatív élménye volt gyermekkorában, amikor felnőtt, és ez ellen lázad. Én az a másik típus vagyok, akinek egy rendkívül békés, harmonikus gyerekkorom volt, nekem pedagógus szüleim vannak, hál' Istennek, élnek mind a ketten, bár természetszerűleg most már nyugdíjasok, és saját értékelésem szerint egy nagyon egészséges, kiegyensúlyozott, békés gyermekkorom volt. A négy nagyszülőből a három az viszonylag sokáig elkísérte az életemet. Ugye az apai nagyapám és a két nagybamám, és ők rengeteget meséltek gyerekkoromban. Az is természetszerű talán, hogy a szülők azok dolgoznak, és nekik kevesebb történetük van, kevesebbet mesélnek, úgyhogy az ember inkább a nagyszülőktől hall történeteket. Úgyhogy az a horti korszak, sőt, ugye az is érdekes, hogy a nagyszüleik azok nem csak a saját gyermekkorukat, ifjúkorukat, felnőttkorukat mesélték el, hanem azokat a történeteket, amit ők a családban az ő szüleiktől, nagyszüleiktől hallottak. Úgyhogy így egészen 100-150 évre visszamenőleg kaptam én is történeteket a családból. Egészen az 1848-as szabadságharci visszamenőleg, amikor a nagyapai elbeszélés szerint az egyik legfiatalabb huszár kapitány például, az egy Zrinszky rokonon felmenőm volt Dabasról, nem olyan régen jártam először úgy behatóban Dabason például, és érdekes volt látni, hogy a dabasi halász családnak ott nem is tudom 3-4-5 kúriája van, ami az egyik ma városnak az egyik fő épülete, úgymond a címerében is szerepel. Szóval Kossuth Lajos apjának a sírja ott van Dabason, az én felmenőim gondozták ezeket ezt a sírt, hát a szüleinek a sírját. Úgyhogy azt gondolom, hogy a családi hagyományok fontosak, meg ahhoz is, hogy az ember egy kicsit kontextusba tegye a történelmet. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy milyen volt mondjuk a 30-as években, vagy az, hogy nem természetes az, és a gyerekeinknek ezt nehéz átadni talán, hogy mindenütt csak térerő legyen, szokták viccesen mondani. Tehát, hogy még amikor mi felnőttünk is, akkor nem volt mobiltelefon, nem volt internet. Tehát nem térerő, nem volt internet, nem volt. És akik itt ülnek, azok ezt persze tudják, de a mi gyermekeink számára ez egy hihetetlen dolog. És hogyha a nagymamámat nézzük, a legfiatalabb nagyszülők is az 1920-ban született, 95 évet élt, nagyon sokat beszélgetünk, hát az ő életében jutottak el odáig, ahol nem volt még villanyvilágítás sem, meg hogy mondjam, gázfűtés sem, és még sorolhatnám a dolgokat, hogy honnan indultak, lovaskocsikkal közlekedtek az emberek, meg gőzmozdony voltatású vasúton, éppen túlélték az első világháborút, Trianonnal egy időben született gyakorlatilag, és onnantól tessék elképzelni, hogy eljutott odáig, amikor hát internet, mobiltelefon és nem tudom, nagysebességű vasút még, hanem is Magyarországon, de az olcsó repülőjegyek is sorolhatnánk, hogy az én nagyszüleim még, ez a nagymamám egyébként nagyon sokat utazott, de hát is Európában járt, nem tudom, 10-20 országban, ami fantasztikus. De én például 18 éves voltam, amikor először nyugatra betettem a lábomat Finnországba, 14 éves, amikor először külföldre, átléptem a magyar határt. Tehát, hogy mennyit változott a világ, mennyit változott a mi életünk. Aztán nekem például, hogyha már a diplomákat, és itt ki kell javítanom, 5 diplomám van, abból az egy a doktori, tehát 4 különböző diplomá előtte, 3 területről történész, villamosmérnök és alapvetően közgazdász. És a doktorim az pedig gazdaságtörténetből írtam, egy összehasonlító elemzés. Én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy éppen a nagyszülői, meg egyéb elbeszélésekből, olvasmányokból, nekem mindig a kedvenceim az önéletrajzok voltak, a visszaemlékezések, hogy például a horti korszak, amire persze az én nagyszüleimnek a fiatal kora, tehát nekik egy nagyon nosztalgikus időszak volt, meg akik negatívan érték meg a szocializmus, kommunizmus éveit, ugye nyugaton inkább kommunizmusnak szokták hívni nálunk általában a szocializmus 40 évének. Tehát akik ezt negatívan érték meg, akkor
vajon előtte jobb volt-e, és hát tudjuk, hogy egy nagyon kemény időszak volt előtte. Tudjuk, hogy például a hús, ez is azért családi történet, értelmiségi családban is csak vasárnap került hús az asztalra. Ugye ez lehet, hogy ma is meg fogjuk ezt élni, de alapvetően az, hogy ez egy probléma lehet. Vagy például a nagyapám kicsavarta a 100-as izzót a gyerekek tanulmányai után, és már a beszélgetésnél csak egy kisebb izzót tett be, hogy spóroljon az árammal. Abban az egy lenógó lámpában a napadékban, amit körülült a család. És hát nagyon sok ilyen történetből azért tudjuk azt, hogy mi egy nagyon szerencsés korban élünk. Hogy mindazonáltal, hogy Magyarország sajnos lemaradt a szomszédos országokhoz képest is gazdasági fejlődésben, de hát az előző generációkhoz képest, hogy más nem mondjak, az, hogy nincs háború. Ez persze most Ukrajnában éppen megint csak van háború, de hogy Magyarországon nincs háború, ez is az előző generációk életében ez szokatlan volt. Vagy 56, ugye mi erről nem sokat hallottunk, mert ezt igyekeztek akkor elhallgatni, hogy mi volt 56-ban, de csak közgazdasági elemzésekből látszik, hogy hogyan bezuhant a GDP 56-ban, 57-ben. Hogy ott nagyon komoly sztrájkok voltak, és tehát annak a forradalomnak azért nagyon komoly következményei voltak, hogy még egy ilyen forradalom után is a nemzeti össztermék az zuhant be, és hát a megtorlás és egyéb következményeket ugye nem is említve. Nem járhattak gyerekek iskolába sokszor, tehát hogy nem tanulhatott tovább, hogyha a rossz oldalon volt ugye a történetben a szülő, vagy éppen személyesen a 18 éves gyerekek is. Tehát, hogy ahhoz képest mi, akik 18 évesek voltunk, éppen a rendszerváltáskor egy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtünk. Vagy megint még egy másik példát mondva, hogy a nagyszüleim 11-en voltak testvérek, azokból csak 7 élt, te meg a felnőttkor. Tehát, hogy az is egy micsoda. Most persze a Covid megint ugyanaz, hogy kicsit megtanítja nekünk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és hány fiatal ember, nálam fiatalabb is meghalt a Covid alatt, aki egyébként élhetett volna még nagyon sokáig. De hogy ez egy-két generációval korábban ez szokásos volt, vagy hogy sokkal megszokottabb volt, hogy tényleg a gyermekeknek egy jó része nem érte meg a felnőtt kort. És ezt szülőként nem tudod elgondolni, hogy kegyetlen. Szóval tulajdonképpen milyen szerencsések vagyunk, és a szakdolgozatom témájának én egyébként éppen azt választottam, hogy 100 év. 1900-tól 2000-ig, ez alatt a 100 év alatt vizsgáltam azt meg, sokféle mutatón, telefonellátottságtól kezdve az életszínvonalig, az egészségügy és az oktatás helyzetén keresztül, hogy melyik ország hogyan fejlődött. És az érdekelt akkor is, hogy nyilván Magyarország hogyan fejlődhetne gyorsabban, hogyan zárkózhatna föl ebben a nemzetközi versenyben, melyik országok hogyan értek el jobb eredményeket. Azt is szokták mondani, hogy Argentina például az Egyesült Államokkal majdnem egy szinten, tehát az negyedik volt talán akkor fejlettségben. 1900-ban egy nagyon gazdag ország volt Argentína, most nagyon lenn van. Tehát vannak, de vannak pozitív példák is, nyilván Észtország vagy Írország. Ugye Írország egy hagyományosan nagyon szegény ország volt, a krumpli rész alatt ugye nagy kivándorlás Amerikába többen mentek ki, mint ahányan írek Írországban maradtak, és hát ahhoz képest volt olyan időszak a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján, amikor Írországnak az egyfőre jutó nemzeti terméke az Egyesült Államokéval vetek. Úgyhogy vannak jó példák és vannak rossz példák, ez a talán szakmai élet is, és perspektívát a család, a családi gyökerek, az összehasonlítás adhat, és nyilván ebből a kontextusból fakadt az is, hogy bennem volt is érdeklődés a politika meg a történelem iránt, és hogy később a szerepvállalásomban is mi motivál az, hogy szerintem ez az ország is, vagy Hódmezővásárhely városa is többre hivatott. Hogyha tisztességes, okos vezetői vannak egy nemzetnek, vagy egy városnak, akkor az nagyon szépen tud fejlődni. Hát az előbb említett országokban ez látszik is, és sajnos ahol pedig nem, ott pedig sokkal rosszabb esélyekkel egészen sárbőrűkére érezhetik az emberek, ugye megint Argentina példáját mondok, hogy sokkal többre vihették volna. Úgyhogy a családi gyökerek, nekem elsősorban ezt jelentik, a nagyszülőknek az elbeszéléseit, a meséjét és a történelmet magát. A kampány során, illetve ahogy a közéletben megjelentél, egyértelmű kép rajzolódott ki rólad, hogy az igazságot kíméletlenül képviseled, és
majdnem, hogy ugye magyar közvéleményben, aki kimondja az igazságot, és nem csak a valódit, hanem a költői értelemben, ugye az igazat mond, ne csak a valódit, az igazság az sokszor fáj. A te országos közéletből való bekapcsolódásodnál nagyon markánsan jelent meg az, hogy nem köntörfalazol, hanem majdnem, hogy provokatíve kimondod az emberek szemébe a sokszor fájó igazságot, amit ugye, mint az itt ülők tudják, hogy itt a Nógrád megyei polgármesterek ugye ki lettek állítva vezényelve a község táblákhoz, mikor azt jegyezted meg, hogy hát a vidéki buta emberek, nem így fejezted ki, lényeg az, hogy a vidéki embereknek a szellemi, nem szellemi, hanem a gondolkodása ugye nagyon nagy problémákat okoz a politikai tisztánlátásban, és erre óriási hullámokat vetett az ellenkampány. Én kérdezném, hogy ez az igazság keresés, vagy az igazság, nyilván ennek vannak vallási dimenziói is, de hogy vonult végig az életedben, volt-e ennek, ütköztél-e korábban gyerekként, vagy fiatal felnőttként az igazságoddal konfliktusba kerültél-e? Mert ez egy konfliktusos útja az életnek, mikor az igazságot képviseljük, és próbáljuk a környezetünkben is ezt, mint követelményt támasztani. Tehát azt kérdezném, hogy ez volt, vagy ez én szerintem ez nem csak politikai indítatás, hanem mélyebbről jön, és ez érdekelne engem, hogy ennek mi az előzménye, illetve. Igen, hát ez a vidék, hogy képzeljük el, hogy az elmúlt 70 évben nem volt rajtam kívül olyan miniszterelnök jelölt Magyarországon, aki akkor, amikor a választási kampány zajlott, akkor vidéken élő vidéki embernek volna. Tehát 60-70 éve nem volt erre, például Dínyés miniszterelnök óta nem volt ilyen. Tehát elég régóta. Ehhez képest ugye elég nevetségesnek tűnik, hogy azt a hazugságot is sikerült a Fidesznek lenyomni a saját, valóban sötétben tartott szavazóinak a torkán, hogy én megvettem a vidékieket. Tehát ugye milyen vicces, hogy gyakorlatilag a magyar politikában szinte mindenki budapesti, jött valaki vidékről, egy vidéki polgármester indul el, és elhitetik az emberekkel, hogy ez lenézi a vidékieket. Hát említettem, hogy mintegy 100 fős csapat dolgozott azon, hogy minden egyes megszólásomból találjanak ilyen 4 másodperces részeket, amire komplett hazugságokat lehet építeni. Ez is így történt, ugye én egy Facebook kommentben olvasott sztorit, vagy lehet, hogy YouTube komment volt éppenséggel, egy miskolci illető kommentelte azt, hogy ő jár fel Budapestre, és elhatározta, hogy minden alkalommal, amikor megy vagy jön Budapestre, akkor megáll valamelyik településen és kampányol. Nem én mondtam, ő írta azt, hogy azok az emberek, akik reggel 10-kor józanak voltak abban a faluban, azokkal elbeszélgetett, és egyet-egyet sikerült meggyőzni. Na ezt megint csak ki lehetett ragadni, és akkor tessék, itt van, ez azt gondolja, hogy vidéke mindenki részek. És nagyon sok helyen jártam vidéken, ahol a Fidesz által megvezetett emberek rögtön ezzel jöttek, hogy én nem vagyok még része, pedig már hány óra van. Úgyhogy hát mondom, boldog. Tudatlanság igaza van, nagyon boldog. Én is örülök, hogy nem részek még. De persze hát ezt most nem azért vagyunk itt, hogy ezt beszéljük, tehát lehetne mondani, hogy ez milyen szomorú dolog, hogy a propaganda így működik, de ez az én hibám talán, hogy ez engem kevésbé befolyásol, nem tudok ellene mit tenni, azt kell mondjam. Van egy-két olyan buborékukkasztó kommunikáció, amivel át lehetett törni ezt a kommunikációs buborékot, és még azokhoz az emberekhez is el lehet jutni, akikhez egyébként csak a propaganda jut el, de szóval ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nem erre gondolt alárul sem, amikor azt mondja, hogy az igazsághoz való hozzáállás. Általában a politikusokról két-három dolgot tudnak az emberek, és ez nagyjából arra korlátozódik, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. És sajnos az elmúlt évtizedek tapasztalata ezt nagyon sok esetben megerősítette, akkor is, hogyha természetesen nagyon sok pozitív példát tudunk, amikor ez nem igaz.
én azt gondolom, hogy nekünk mégiscsak az a feladatunk, hogy bizonyítsuk be, hogy ez nem egy szükségszerű kapcsolás. Hogy bár nyilván éppen a mai kormánynak a szavazói közül a legtöbben teljesen tisztában vannak vele, hogy 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormánya, de könnyen átsiklanak ezzel, mondván, hogy igen, de legalább nem melegek, nem engedik be a migránsokat és hasonló. Tehát megtalálják mindig azt a mentséget, hogy lopnak, de legalább én is jobban élek. Mindegyik lop, ezt azért hozzáteszik. Jó, tehát hogy a felmentés Orbánnak és a fideszes tolvajoknak az az, hogy a Gyurcsány is lopott, hogy a szocik is loptak, a Tocsik ügy most ugye megint felerőtt, nem is tudom, hogy számolnom kell hirtelen, hogy a Tocsik ügy azt hiszem 98-as volt, jól emlékszem, ugye? Tehát hogy sikerül 24 éves kis hidat képezni Gulyás Gergelynek ahhoz, hogy találjon egy korrupciós ügyet az ellenzék esetében is. Én tudnék neki sokkal újabbakat is találni, csak valamiért a Fidesz azokat nem számoltatja el. Ugyanis ezek valójában együtt loptak, tudni kell. De hát a lényeg a percepció, tehát hogyha az embereknek a fejében ott van mindegyik politikus lop, akkor ezen boldogan át lehet ezen lendülni. És akkor itt jön a vallásos kérdés, hogy én azt gondolom, hogy keresztény ember egyszerűen nem lendülhet ezen túl. Én ezt még egy praktikus megközelítéssel is kiegészítem. Említettem, hogy én tanulmányoztam, hogy melyik országok fejlődtek jobban, lassabban, ki az, ahol jobban éltek az emberek, egészségesebbek, jobb oktatás volt, és a többi. És valamiért azok az országok, ahol magas a korrupció, azok sose fejlődnek. Azok mindig visszafelelnek, mindig lemaradnak ott, mindig rosszul élnek az emberek, hamarabb meghalnak, rosszabb oktatást kapnak, többet adóznak, többet elhoznak tőlük, igazságtalanabb a rendszer. Tehát, hogy ez nem csak egy erkölcsi kérdés, de maradjunk az erkölcsi kérdésnél, tehát egyszerűen tűrhetetlen. Én nekem se jobb oldali, se bal oldali, ne hazudjon, ne csaljon, ne lopjon. Én azért is kerültem a politikába, mert Hódműzővásárhelyben bennünket fölháborított, hogy tolvég az emberek hogyan teszik szegényebbé a várost, hogyan nem fejlődik a város, és ebből a vágyból született egy egyébként gyökerében fideszes soha. Itt van, egy volt polgármester itt a Balassagyarmatnak nyilván, Hódműzővásárhelyen soha nem volt baloldali polgármester. Mint a mai napig nem volt soha Vásárhelyen baloldali polgármester. Tehát, hogy ebben a városban hogyan lehetett legyőzni a Fideszt? Hát úgy, hogy az emberek ezt fölháborította, az a sok hazugság, meg sok lopás, ami ott volt. Engem is fölháborított. Úgyhogy nekem a politikába való belépésemnek ehhez nagyon sok köze van. Ez egyszerűen keresztény emberként ez elfogadhatatlan. Tehát nem végtelen fölháborít az, hogy vannak egyházi emberek, akik mentegetik a lopást. Hogy nem tudom, hogy nem ugyanazt a Bibliát olvassák? Hogy abban elég feketé-fehér ott van, hogy ne lopj. Ezt nem nagyon lehet máshogy értelmezni. És valaki nem tudja megmagyarázni ezt az irdatlan vagyont, amire szertesz, miközben elvileg a közösséget kellene szolgálja, és azon kéne dolgozni, hogy az emberek, nem az ő fizetése nőjön, hanem az embereknek a fizetése nőjön. Azoknak kelljen kevesebb adót fizetni, azoknak legyen kényelmesebb az élet. Biztonságosabb a közlekedés, és a többi. Tisztább a környezet. És ehelyett a saját zsebét többi. Ez emberileg, ez érthető, de ha a rendszer nem arra épül, és ugye a demokráciának ez a szépsége, hogy elvileg ott le lehet váltani. Ugye csak akkor van demokrácia, hogyha rendszeresen van váltás. Ha egy leválthatatlan hatalom van, akkor az bármit megtehet, és aki bármit megtehet, az sajnos meg is teszi. Úgyhogy nekünk azt gondolom, hogy valahol tényleg a legfontosabb, és nagyon sokan mondták nekem, hogy de ez a korrupció, ez ne lovagolj, ez nem zavarja az embereket, hidd el, nem érdekli. Tehát mondom, igen, de engem igen. Engem végtelen fölháborít. És én meg vagyok győződve, hogy a korrupció az a gyökér probléma. Hogy valójában minden más probléma abból adódik, hogy lopnak. Lopnak, és azt a pénzt, amit elloptak, kastélyok, gázvezetékek, elosztóhálózat, erőművek, erdők, földek, gyárak, kaszinók, trafikok, sorolja. Tehát, hogy ezt ők meg akarják tartani. Érthető módon meg akarja tartani, amit ellopott már egyszer, és nem akar börtönbe menni. Ezt is megértjük. És hát ez a fő motivációja, ami miatt hazudik, ezt Hatházi Ákos egyszer egy ilyen táblát föltartott, volt egy csúnyább táblája is, de volt egy teljesen valós, teljesen korrekt, illedelmes táblája, amikor azt írta ki, hogy muszáj hazudni, mert túl sokat lopott. Ilyen egyszerű az összefüggés. Higgyék el, hogy a lopás az a gyökér probléma. Ha nem tűrjük a lopást, hogyha nem azért arról szól egy választás, hogy börtönbe megy, vagy nem megy börtönbe, mert ha arról szól, akkor bármit megtesz, hogy ne menjen börtönbe. Itt nem volt olyan opció, hogy a tolvajok, akiket tényleg börtön fenyegetett, azok átengedhették volna békésen a hatalmat az ellenzéknek.
hogy ez egy számukra elfogadhatatlan opció volt, mert tudták, hogy ők soha, nem úgy van, hogy majd fél év múlva, egy év múlva megbuktatjuk őket és visszajövünk, mert az volt a kockázat, hogy az alatt a fél év alatt már börtönbe leszünk. Ez egy óriási kockázat. Ez vállalhatatlan volt a hatalmon lévőknek. Tehát visszatérve ahhoz, hogy az ország fejlődjön gazdaságilag, meg én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a tisztességnek valamiféle csírája legyen, ahhoz az igazság és a tisztesség, a becsület az egy nagyon fontos dolog. Nem csak nekünk katolikusoknak félreértés ne essék, ez a teljes nyugati kultúrának az alapja. De mondhatnám úgy, hogy az egyetemes emberi kultúrának az alapja. Ugyanis félreértés ne essék, a nem keresztény kultúrában, Kínában is bűnalopás. Ott is van korrupció, időnként ki is végeznek embereket érte. Csak azért, hogy példást tatuáljanak. Tehát ez egy nagyon fontos alapelv, hogy ahol az emberek ezt tudják képviselni a társadalom, elsőbséget élvez az egyénnel szemben, azok a társadalmak képesek fejlődni, összefogni, működni egyáltalán. Ez sem természetes, és tudjuk, hogy egy-egy generációban éppen tegnap néztük egy remek filmet a chicagói déres lázadásoknak, vagy tüntetéseknek 68-69-es évekből. Ott egy per zajlott, és egy nagyon jó filmben, egy amerikai film foglalta össze. Hát azért arra sem lennék büszke, még Magyarországon sem, ami akkor az Egyesült Államokban volt. Az a szerencsés dolog, tehát korrupció, meg bűn, meg rossz indulat mindenütt van a világon. Nem mindegy, ha a társadalom föllép ellene és küzd ellene, vagy intézményesíti, bekeretezi és tartósítja. Úgyhogy van máshogy is bűn, de ott küzdenek ellene. Nálunk is, én azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy küzdjünk ellene. Egyénileg én magam is, én fölvállaltam azt, hogy nem leszek gazdag. Ezt gondolom, hogy ha valaki megfigyelte, hogy 7 gyermekem van, akkor szerintem ezt kisakkozták maguktól is. Hogyha valaki gazdag, ha az célja az életben, hogy gazdag legyen, akkor valószínűleg nem vállal 7 gyermeket. Úgyhogy, de én amikor állást változtattam, szinte kivételnek, nem voltam sok cégnél, mindeniknél kétszer dolgoztam életemben, tehát az egy pozitív visszajelzés nekem, hogy ha eljöttem egy cégtől, évekkel később jelentkeztem, vagy hívtak inkább vissza, akkor visszamentem. Hát ha annyira rossz tapasztalatok lett volna, akkor valószínűleg nem hívtak volna vissza. De minden váltásnál, amikor váltottam egyik cégről egy másikra, vagy a politikába beléptem, nekem mindig kevesebb lett a fizetésem, és nem több. Tehát én soha, bocsánat, egy kivétel volt 2001-ben először, amikor a D-Master Rental Regulantot még Bajáról Szentesre költöztünk. Na akkor kivételes, akkor nem, akkor emelkedett a fizetésem, de minden egyéb esetben gyakorlatilag egy, ha úgy tetszik, ugrás a sötétbe, a politika is ilyen volt. Tehát én mióta politikával foglalkozom, azóta rosszabbul kerestem, mint előtte kerestem, és nem gazdagabb lettem, hanem szegényebb lettem. Hát politikusként ennek sok más oka is van. Nyilván például a feleségemet letámadták, úgyhogy ő azóta nem tud pénzt keresni, mióta, bár most már asztalos, úgyhogy új szakmája van. Talán a szekrényeket nem fogja. Szekrények miatt nem fogják feljelenteni. Reméljük. Na de hát mindesetre alapvetően az a szemlélet, hogy nekünk a társadalomban más hivatásunk van, azon kívül, vagy a helyen, hogy gazdagok legyünk. Azt gondolom, hogy nagyon sok szép dolog van még az életben, ami kell, hogy motiváljon egy embert. Ez a másik kérdésednek a másik fele, ez a provokatív igazságfelelés. Ez egy gyermekkori ártalom nálam különben. Édesanyám szokta volt mesélni, hogyha a húgomat megkérte, a harmadik emeleten laktunk, szemetet le kellett vinni időnként természetesen is. Húgomat megkérte, hogy vigyél a szemetet, húgom azt mondta, hogy igen, és nem vitte le. Ha engem kért, meg én azt mondtam, hogy nem, majd kisvártatva levittem. De az első doc reakció az az volt, hogy nem. Úgyhogy ezzel persze, hogy fölidegesítettem, hogy valószínűleg sokkal jobban szerette a húgom válaszát, az eredménytől függetlenül. De hogy van bennem azóta is egy kicsit ilyen, szeretek provokatívan fogalmazni, ezt Orbán Viktor is megtapasztalta, hogy még a nevemet ő sem mondta ki soha. Kampány során sem, azóta sem, de azt elmondta, hogy mennyire zokon vette azt, amikor egyszer azt mondtam, hogy hát ő, aki volt már kommunista, liberális, konzervatív, fasiszta, most már náci is sajnos tusványos voltak, hogy mondom, ő még pedofil is lenne büszkén, hogy ebből lehetne lopni. Na ez nagyon zokon vette Orbán Viktor. Na de hát ez van, tehát van, igen, az ember élelap is azt mondja, hogy tehát, szeretek provokatívan fogalmazni, hogy az üzenetet sokszor ez átviszi. Na hát néha van ettől sértődés is jogosan, úgyhogy elnézést kérek mindenkit, akit megsértettem, beleértve Orbán Viktort is. Igen, erre mondták a kampány szakértők, hogy ilyen amerikából hozott stílus, ez a
kíméletlenség, hanem egyenes beszéd, ami ugye szokatlan volt Magyarországon, és visszatérve a korrupcióra, ugye a Tocsik ügy, annak 900 millió forint volt az összege, és pártpénztári... 570 millió, 300 meg. Mindenki másképpen. Én 900-at mondok, csak a... Infláció. Tényleg nem tudom. Millió. Itt tulajdonképpen csak szeretném érzékeltetni a léptékeket, hogy miről van szó, tehát hogy ma már ugye egy Vodafone üzlet, vagy egy Mátrai erőmű üzlet az önmagában hatalmas, ennél nagyságrendekkel nagyobb. Tehát visszakanyolodnánk, akkor egy... Szeretném mondani, ezt természetesen azt gondolom, hogy a teremben mindenki egyetért, hogy teljesen mindegy, hogy millió vagy milliárd, a lopás az lopás. Tehát mielőtt valaki azt gondolná, hogy azt állítaná, hogy mind relativizáljuk a lopást. Nem. Tehát az is lopás, ez is lopás, minden ítélendő, csak szeretném már látni, hogy valakit el is ítélnek érte. Igen. Most szeretném azt megkérdezni tőled, és utána szerintem az idő alapján lassan már fogalmazódjanak meg a jelenlévőkben is kérdések, hogy mikor kimentetek, az is egy nagy ugrás volt az életetekben, hogy 2004-ben öt gyerekkel nagy bátorság és nagy kockázatvállaló képesség, és egy adag idealizmus is, hogy megpróbálni, és én gondolom nem azért mentél ki, hogy milliárdosként jöjjél vissza, hanem egy olyan családi nagy kaland volt ez, és kihívás, ami gondoltátok, hogy tovább lesztek, vagy ez az öt év, ez mintha egy kicsit a vége, milyen motivációból lett ennek vége, olyan hirtelen azt akarom kérdezni. Igen, nos, ez egy olyan dolog, amit persze sokan kérdeztek már, úgyhogy aki nagyon hallott már erről mesélni, az elnézést kérek, továbbra is ugyanazt a sztorit fogom előadni. Még azóta, ez a békeemberes, CIA ügynökös, Soros, nem tudom, Fidesz hazamenekített, igen, Vásárhelyen terjesztette a Fidesz, hogy engem ők menekítettek haza. Igen. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy belegondolunk, hogy közben megszittak, hogy én azért nem is ügynök vagyok, de közben meg ők hoznak haza. Szóval ilyen némi kis ellentmondás van közben, de hát a valóság az természetesen sokkal egyszerűbb. Nevezetesen, hogy mi amikor összeházasodtunk, ugye 94-ben, utána 96-tól jöttek sorba a gyerekek, akkor még abban az időben áramszolgáltatónál dolgoztam, egy kollégám kiköltözött Írországba, ott kapott állást, és hát persze ilyenkor kapcsolatban vagyunk, és elmondja, hogy milyen ott az élet, mennyit keres. Aztán Kanadába kiköltözött az a barátom, aki Marosvásárhelyi egyébként, Lóri barátom, és ő is járt haza, mindig találkoztunk, mindig mesélt, hogy milyen ott az élet, és mennyit keres, hogy lehet élni. És akkoriban úgy gondoltuk, hogy azért kell kimenni külföldre valahova, hogy nekünk is lehessen házunk, meg autónk, meg stb. Hát gyerek az volt, de hogy esetleg ház is legyen hozzá, vagy valami. De hát, hogy az itteni fizetésből ez nem tűnt reálisnak, hogy nekünk valaha majd önálló házunk lesz, és stb. És aztán, ahogy a vállalati karrierem az fejlődött, 2004-re, tehát 8, akkor már 10 éve voltunk házasok, 5 gyermekünk volt, tehát addigra megfordult, már nem azért mentünk ki, hogy ott pénzt szerezzünk, amit hazahozunk és abból veszünk majd házat, hanem azért tudtunk kimenni, mert volt pénzem hozzá. Tehát félre tudtunk már rakni annyit, hogy gyakorlatilag amikor elindultunk, akkor nem is tudom, 4-5 millió forinttal rendelkeztünk, és úgy voltam vele, hogy hát legrosszabb esetben egy évig abból ott el leszünk, és akkor kudarcosan hazajövünk, hogyha ott nem tudok állást találni, nem tudunk megélni, akkor hazajövünk egy év után, de hát egy év az is egy nagyon szép tapasztalat lesz. Nyelvtanulástól kezdve az ottani világ megismerése, ugye Észak-Amerika motivált közgazdászként is, de azt gondolom, hogy aki hozzám hasonlóan a 70-es, 80-as években nőtt fel, annak mindig van egy kis romantika ebben az amerikai, ugye hát az amerikai filmnek világ az, hogy kicsit olyan, hogy 5 évet éltem ott, és mindig olyan volt, mintha a filmben élnék. Tehát, hogy ezt mondjam, mindig megvolt ez a különleges izgalma, hogyha bármi nyomort láttam, de az amerikai nyomor, tehát hogy az érdekesebb, mint a magyar nyomor. De ott is van a szegény emberek. Egyébként a mi településünkön pláne, sokan voltak, ez egy indiána állambeli 17 000-es kis település volt,
Amerikában értünk, Toronto az egy másik kérdés volt. Na, szóval mindesetre egy nagyon érdekes tapasztalat volt, de azért mentünk ki, hogy ezt megtapasztaljuk. Marketingesként pedig különösen azt vallom azóta is, hogy üzleti világban, marketingben, reklámban, az Egyesült Államokban nagyon sokat lehet tanulni. És aztán most politikusként hozzá kell tegyem, itt elhangzott, hogy amerikai stílus volt a kampányban. Én arra büszke vagyok, hogy néhány dolgot én igyekeztem megkorosítani. Még nem terjedt el, a korrupció ellenesség sem terjedt el még kellene a magyar közéletben, de ez is egy, mondjuk lehetne lengyel dolog is. Lengyelországban a Donald Tusk nagyon kedves támogatónk volt ugye a kampányban, ő a Kaczynszkinak a konzervatív ellenfele a lengyel politikában. Sokak szerint ő neki van a legnagyobb esélye leváltani a következő választáson hamarosan Kaczynszkit. Na most ő mondta azt, hogy Lengyelországban azért más egy kicsit a politika, mint Magyarországon, mert a Kaczynszkijék is és a Tuskék is korrupció ellenes platformon indultak. Tehát a legnagyobb ellenzéki párt, meg a legnagyobb kormánypárt, mind a kettő a korrupció elleni küzdelemre alapozta az etoszát. Hát nálunk sajnos nem így van, nálunk a magyar politika azért jutott oda, ahova, mert a korábbi ellenzéki kormány, tehát magyarul ez az akkorban liberálisnak tekintett kormány, tudjuk, hogy ez is relatív, hogy melyik kormány mennyire volt jobb, meg baloldali, de most nem menjünk ebbe bele. Tehát a Fidesz és az MSZDSZ kormányok, azok a 70-30-as szabályok szerint együtt voltak. Hogy egy Gripen beszerzésben a brit bíróság eskü alatt vallotta az a gróf, aki korrumpálta a magyar politikai vezetést, hogy 3 milliárd forint kenőpénzt adott át 5 magyar magánszemélynek, és félreértés ne legyen, ez az első Orbán kormány idején volt, de hogy ebben nem csak fideszesek voltak, ebben az akkori ellenzék későbbi kormányok benne volt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a 300 milliárdos repülő beszerzés után a Medvecsi kormány alatt ugyanettől a cégtől még 200 milliárdért rendeltek többek között levegőben tankolhatóságot a Gripenekhez. Na, tehát, hogy nyilván egészen más Lengyelországon a korrupció ellenes platformon vetélkedtek a egymásra versenyző politikai pártok, meg Magyarország, ahol meg együtt loptak. Tehát, hogy ez egy más kultúrát eredményez. De Amerikából mit lehetett hozni? Az egyik ilyen érdekes dolog az, hogy én nekem 4 kampányom volt összesen, és elnézést kérek mindenkit, a negyedik az egy tényleg nagyon rossz eredménnyel zárult. Az előző 3-at azt megnyertem, mindegyiket adományokból. Sok-sok kis ember adományozott. Mind a 4 esetben, most is. Senki nem jött oda, hogy ő mit kér cserébe. Ez egy érdekes dolog. Senki. Őszintén mondom mindenkinek, nem volt olyan, hogy mondjuk Bigel László, aki támogatta a mi kampányunkat, azt mondta volna, hogy ha nyertek, akkor én azt várom tőled, hogy ne indítsatok el bírósági eljárást a cégem vagy ellenem. Nem. Ezt viszonylag természetesnek vették azt, hogy mi korrupció ellenesek vagyunk már eleve, jogállam pártján vagyunk, demokrácia pártján vagyunk, piacgazdaság pártján vagyunk, Európai Unió pártján vagyunk. Ők azért támogattak, mert ezeket az értékeket támogatták. A mi programunk Hódmezővásárhelyen, helyben is és országosan is közismert volt, nyilvánosságra hoztuk. Mi ezekért küzdünk. Aki ezeket az értékeket támogatja, az így tud minket segíteni. Itt lehet jelentkezni aktivistának, így lehet jelentkezni pénzzel, és lehet támogatni bennünket. Teljesen transzparens, átlátható módon. Mind a 4 kampány után elszámoltam nyilvánosan. Ez más nagyságrend, mert fel van a Hódmezővásárhely 4 kampányomnak egyébként. Most ugye párhuzamosan volt egy vásárhelyi kampányom és egy országos kampányom is, de mindegyiknek az elszámolása fönn van a markizaipeter.hu weboldalon. Az országos kampányunknak az MLM, amit jelentős részben külföldi segítséggel, külföldi magyarok segítségével többnyire folytatott, 42 ezer soros elszámolása van, és amikor a kedves fideszes képviselő Vásárhelyre azt mondta, hogy ilyet én is tudok csinálni, akkor mondtam, hogy hát nagyon szeretném, már régóta várok rá, hogy a Fidesz is mutassa már be, de mondom, ez nem úgy van, hogy ott van, én leülök és ezt kiköltöm, mert ennek a 42 ezer sornak a mindegyike mögött van egy áfás számla, meg van egy banki bizonylat. Úgyhogy mondom, olyat tessék szülni, ami valós. Itt nem hazugságról van szó, ugye, hogy letagadjuk, hogy van kastélyunk, aztán kiderül, hogy van. Meg változik a lakásnak a négyzetméterek és hasonlók, meg szülői segítséggel vettük, mert nem tudom, hogy a szülő tojásárulásból hagytadott, nem tudom, hány száz milliót összeszedne, nem. Tisztességgel, átláthatóan, nyilvánosan gyűjtve a pénzt és elszámolva azok felé, akik adták. Vállalva, hogy mi mit ígérünk is, mit vállalunk cserébe. Ez teljesen publikus. Szóval ez például Amerika. Igen, ez tényleg. Amerikában ez azt gondolom a kultúrának a része, Magyarországon ez egy újdonság volt, de nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak így tenni. Még most azért emberünk van ilyen.
vagyonnyilatkozat úgy szintén, nem csak az enyém, a családom minden tagjának, teljesen nyilvános és fönn van a honlapon. Nem, nincs sem a gyermekeimnek, sem a feleségemnek a nevén, nincsenek kastélyok, meg vállalatok, meg földek, meg erdők, meg semmi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit tanulnunk egy roppantó keresztény, nagyon tisztességesen keresztény kultúrájú ország az Egyesült Államok. Azt gondolom, hogy sokat lehet tanulni onnan. Csak bocsánat, még egy kérdésnek egy részére nem válaszoltam. Tehát mi azért mentünk ki, hogy tanuljunk odakint. Volt egy ilyen egyfajta kalandvágy, tanulni akarás, megtanulni. Azt nem csak a nyelvet tényleg, hanem a kultúrát, szakmát, tehát nagyon sok mindent lehetett ott tanulni. Az egészet én úgy tekintettem mindvégig, mint egyfajta kirándulás, de már amikor kimentünk, én elhatároztam, hogy amikor 14 éves lesz a legnagyobb gyermekem, akkor hazajövünk. Mégpedig azért, mert nekem, sokaknak ez az ország, ez nem tudom, vagy egy aranybánya, vagy egy kínszenvedés, én nekem ez a hazám. Én azt gondoltam, hogy még ha a gyerekek, vagy nagyon kedves barátom azt mondta, amikor hazaköltöztünk, hogy de ezek a gyerekek, ezek az, hogy felnőnek, ezek rá fognak jönni, hogy te onnan hazahoztad őket ide, ezek úgy nem fognak téged beállni. Szóval, hogy nem így történt egyébként, hogy érdekében azok jól érzik magukat itt, hál' Istennek, és szerintem jól tettük, biztos vagyok benne, hogy jól tettük, hogy ide hazaköltöztünk, de nyilván sokaknak ez furcsa volt, nekem nem, nekem természetes. És azt is láttam nagyon sokan, hogy önök is biztos, ha belegondolnak az ismeretségi körükbe, hogy ahol 14 és 18 év között él valaki, az a hazája, az az otthona. Nem csak ország, hanem város is. Tehát van egy olyan kötődés, hát ott vannak azok a barátai, akik legtöbbször egy életre meghatározóak. Úgyhogy én nekem Hódmezővásárhely volt ez, a feleségemmel osztálytársak voltunk 14 és 18 év között, úgyhogy elég meghatározó Hódmezővásárhely és az a középiskolás időszak. De én azt akartam, hogy a gyerekeim is kötődjenek ide. Én azt látom, hogy azok az ismerőseim, barátom, akik kint maradtak, a gyerekeik oda nőnek, hogy utána már nehéz hazahozni őket. Nagyon nehéz. Kanadában volt egy beszállítóm, én egy beszerzéssel foglalkoztam egy autóalkatrész kereskedő cégnél, és volt egy beszállítóm, akinek három fia volt. És amikor beszélgettünk vele, és én mondtam neki, hogy az akarok majd menni Magyarországra, és hogy van ez az elméletem, ami az enyém és a sajátom, 14 és 18 év között, ahol van az otthon, és aki végig gondolt, és azt mondta, hogy a három fiam, ő üzleti okból költözött, és Montrealban, Edmontonban, és Ontarióban, Torontóban élt, és azt mondta, hogy végig gondolt, és azt mondta, hogy mindenik gyereke ott él, ahol 14 és 18 között élt. Sajnos a három gyereke három városban. De hogy mindenik, azt mondta, még amikor el is költözött, visszament oda, később. Úgyhogy ebben lehet valami. Úgyhogy én abban voltam, csak biztos, hogy nekem a gyerekeimet haza kell ide hoznom ahhoz, hogy tényleg magyarok legyenek, és a gyerekei, az unokáim is magyarok legyenek, és itt nőhessenek fel, ahhoz haza kell őket idehozni, hogy ide kötődjenek. És aztán semmi nem, én is kimentem felnőtt koromban, semmi nem akadályozza meg őket sem, hogy kimenjenek. Nekik ráadásul még állampolgárságuk is van, hiszen aki ott született, már eleve megkapta, nyelvtudásuk is van, tehát ők könnyebben indulnak most, hogyha éppen el akarnának menni, de még egyszer mondom, hál' Istennek egészen fontolgatja egyelőre, hogy visszamenjen, vagy kimenjen külföldre, ha akarja, megteheti. De a gyökerei, és ezzel kezdtük, a gyökerei legyenek itt, legyenek ebben a pici hazában a gyökerei. Hát köszönöm, ez állásfoglalás is volt nyilván, és a hazaszeretetnek egy hétköznapi, de olyan megnyilvánulása, ami hát értékmérő is egyúttal. Amit hazahoztál Amerikából, az a kiváló angol tudás, amit akkor tapasztaltam, amikor az CNBC-nek, vagy a CNN volt egy parádés, az nagyon jól sikerült interjú volt, és hát én nem tudok így beszélni angolul egyáltalán, de külső szemlélő számára is a gördülékenységét, illetve a felszabadultságot, az bizonyította, hogy a nemzetközi porondon, hát egy ilyen nagy tévénél így szerepelni azért az egy kvalitás. Emellett francia nyelven is, ugye a francia cégnél is, mert ugye mélyítetted el a tudásodat ott, az is tárgyalási szinten volt francia, igen. És még akkor milyen nyelvtudásod van, vagy mi az? Hát egy három nyelv, hogy mondjam, tehát németül, francia és angolul
beszélek úgy, hogy tudnék dolgozni ezekben az országokban. Én dolgoztam ezen kívül Finnországban is, és ott megtanultam először káromkodni, de később egy picivel többet is természetesen a kollégáktól. De összességében 5 hónapot töltöttünk Finnországban, vagy 3 alkalommal 90-től 95-ig. Nem, hogy mondjam, eladnának finnül, tehát megértek valamennyit, egy éven nem beszélek rendesen, tehát az egy másik kérdés. Spanyolul 3 évig tanultam, oroszul 10 évig tanultam. Ez megint arra elég, hogy az ember megért nagyon sok mindent, spanyolul jobban, mint oroszul érdekes módon, de sok mindent megértek, de ezeken nem gyakoroltam, nem tudok beszélni alapvetően, úgyhogy a néhány alapvető útvaresági kifejezések kívül. De amit fontosnak tartok, hogy az ember azokon a nyelveken, ahova megy látogatóba, különösen ahova gyakran jár, ott legalább néhány udvariassági kifejezést tudjon. Csak udvariasságból, tiszteletből. Úgyhogy most Hódműzővásárhelyen román, ingyenes román nyelvtanfolyamot szerveztünk a szegedi román konzulátussal közösen. Lenn volt a román nagykövet, a román konzul, meg vannak erdélyi testvérvárosaink, többnek román polgármestere van, Tordának és Aradnak nevezetesen. Úgyhogy nyilván velük is együttműködtünk, jó csorba levesőt, ez a csorba de burta, azaz pacal csorbát, pacal levest is kínáltunk a vásárhelyieknek ingyen most a helyi román kormányzattal a közös szervezésben. És hát aki hozzám hasonlóan sokat jár Erdélyben, sokat jár Romániában, annak nagyon hasznos. Nyilván én is köszönném, megköszönném néhány számot, stb. Ismerek románul, de most egy nyelvtan folyamon a vásárhelyeknek adunk lehetőséget, hogy ezeket az udvariassági kifejezéseket meg egy kicsit talán a román kultúrát is sajátítsák el, ne idegenként mozogjanak majd a túloldal. Meg hát a két nemzetnek a barátsága azt hiszem minden magyar érdeke, hiszen nagyon sok magyar éli meg a mindennapjait Erdélyben, erdélyi magyarként, és azt szeretnénk, hogyha ők is kölcsönös tiszteletet kapnának a román honfitársaiktól, román állampolgároktól, és természetesen a jó kapcsolatok érdekében azt mondom, ez egy fontos gesztus. De ugyanígy nyilván néhány más nyelven én is, hogy egy-két ilyen udvariassági kifejezést elsajátítottam. Én azt szeretném, hogyha a magyar oktatásból is előbb-utóbb bekerülnek, hogy mondjuk szlovák, szerb, román nyelven azért néhány szót illik tudni, hogyha átlépik a határt, akkor azt lássák, hogy ez nem egy faragatlan bunkó, hanem egy udvarias ember is a magyaroknak a respektje a szomszéd országokban emelkedik. Hát itt Balassagyarmaton volt egy iskola, szlovák oktatással próbálkozott. Egyáltalán. Azután sem, igen. Ez egy nagyon jó dolog lenne, itt a határ közé egyik működésben nyilván. Én köszönöm a válaszaidat, és most, amivel az idő halad, én megkérném a jelenlévőket, hogy ha fogalmazódott ki olyan kérdés, tegyék fel Péternek, és akár villámkérdés, vagy egy hosszabb kifejtés igénylő, mindegy, kérem, hogy aktivizálják magukat, és örömmel fogadjuk a kérdéseket. Tessék meg! Sándor Jánosai Esekhozkertről. Péternek már mondtam, hogy talán az egyetlen felvállalta ellenzéki ember Esekhozkerten, Ballamisi falujában. Nem is kérdés lenne, csak mivel egy-két apróságot most hallottam politikus is ember téma keretében, és először láttam élőben a feleségedet, akiről megtudhattuk, hogy asztalos. Ehhez kapcsolódik az, hogy egy néhány éve elkezdtem figyelni a politikusok feleségeit, hogy ki mögött milyen nő áll. Nem a barátnő, az sem mindegy, de akivel együtt él, az általában a feleség. Általában. Na most ennek kapcsán, tehát nézd meg a politikus mögött álló feleséget, és sok mindent megértel. Hát nézzük meg Orbán feleségét, Gyurcsány feleségét, a te feleségedet, akiről elég sok mindent megtudhattunk, de én nekem nagyon fontos, hogy lássam élőben a gesztusai. A gesztusai döbbenetes. Én 200 méterről megismerem a ismerőseket. Mindegy, mi van rajtuk.
a történész diploma. Most megnézem az interneten, mert nem voltam benne biztos, hogy melyik elnök volt történész. Benjamin Franklin, aki az égtől elragadta a villámot. Ő mondta, hogy történésznek nem szabad vezető, első számú vezetőnek lenni az országban. Beugrott a Antal Imre párhuzam. József. Valahogy így nekem ilyen kavarogatok. Nem szabad túl közelről nézni a politikát. Ez egy idő után ez már benne kikristályosodott, és van olyan helyi közismert ember, aki azt mondja, hogy azt mondta nekem, János, neked könnyű, mert messziről szemléled a politikát. Egy nem idegesít fel annyira, megértőbb vagyok, és tisztában látok. Mert egy erdőben, aki bent van... János, más is szeretne szólni, bocsáss meg. Mindjárt befejezem, de ez nagyon fontos. Tudom. Ez a előnye hátránya. Tehát aki bent van a sűrűben, az mit lát? A körülöttevő bokrakat, fát. De aki felülről nézi, az látja az ösvényeket, és még azt is, hogy milyen mozgás van rajta. Úgy dióhírban, mivel hogy... Köszönjük szépen. Leintettek. Dehogy csak. A kérdéseket kérjük 2 percbe össze lehet sűríteni, mert sajnos a időnk az rövid. Ez kérdés kívánt lenni, vagy élemény? A legelején mondtam, hogy nem is, inkább csak gondolatébresztés, ami egyúttal kérdés is. Igen. Mert föl lehet fogni, hogy egyetérte a dolgokkal. Köszönjük szépen. Igen. Szóval a Pátria Rádióban volt egy beszélgetés Huncsik Péterrel nem olyan rég. Szlovákiai magyar pszichiáter, Havel tanácsadója volt korábban. És úgy emlékszem, hogy ezt az arányt elította föl, hogy a szlovákiai politikusok 70%-a pszichopata. Kérdésem az lenne, hogy látja Magyarországon mi a helyzet, és hogy ha... Nem tudom, hogy... milyenek az arányok, de hogy elég lesz-e velük szemben az őszinteség. Jó, akkor a János kérdésére válaszolok először, vagyis hát nem kérdés, hanem csak 2 dolog volt, az egyik a feleség, a másik a szakma, és akkor utána jön a pszichológia. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ember társa az életében, sőt az egyik legfontosabb dolog. Én amikor annak idején elindultam az elődöm, Almás István halála után megüresedett Hódmezővásárhelyi erre egy polgármesteri székért, akkor azért viszonylag köztudott volt, tehát számomra sem volt egyáltalán titok, hogy ez egy komoly veszélyekkel járó vállalkozás, hogy ennek nagyon komoly mellékhatásai lesznek. Tehát ezt megbeszéltem a feleségemmel, és addig, amíg ő erre nem bólított rá, meglehetősen vonakodva, addig azért én sem ígérkeztem el erre a feladatra. Aztán amikor beadta a derekát, akkor vállaltam el. Tehát ez egy közös dolog. Nyilván az életünk közös, a családunk közös. Legalább annyit szenved a feleség, hogyha Magyarországon ellenzéki politikus a férj, vagy fordítva nyilván, ha hölgyről van szó, akkor a férje is egészen biztosan fog kapni. Hát nem általában nem kell más következményekből. Persze kétségügyű tény, hogy kormánypárti oldalon ez kevésbé jellemző, de azért azt sem szabad. Tehát olyan sok kormánypárti politikusnak a házastársa is közszereplővé vált, akár akarta, akár nem. Nem csak azért, mert esetleg a vagyonnak egy része a nevére volt írva, hanem óvatatlanság. Kósa és édesanyja is híres lett, ugye, mint tudjuk. Biztos tettek is érte, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez ezzel jár. Tehát ez egy közös döntés. És igen, nagyon fontos, hogy az embernek milyen a házassága. Erre rá is mehet a házasság egyébként. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly tehertétel.
nem akarok kormánytagokat, konkrét kormánytagokat mondani, de tudunk olyat, akinél ez így történt, vagy ellenzéki pártvezetőket, tehát azért ez egy komoly. Ennek lehet közben mindig politikai oka van, magánéleti többször, de akár lehet közéleti oka is. Az, hogy milyen szakma, egy politikus milyen szakmában van, ugye én 3 diplomával rendelkezem, van egy villamosmérnöki papírom is, én azt, hogy a villamos szakmában, de közgazdászként dolgoztam, az kicsit olyan, mintha beszél az ember egy nyelvet. Tehát én nekem a villamosmérnökség az olyan, hogy beszélem az ő nyelvüket, a villamosmérnökök nyelvén, és ezért a villamos szakmában tudtam hatékonyabban dolgozni. Nem nagyon rémlik nekem olyan villamosmérnök vagy mérnök, aki politikus lett volna, az tényleg ritka. Történészek vannak egyébként tényleg, Antal József is, és lehet, hogy az ad egy távlatot, lehet, hogy van hátránya is. Én magamat egyébként közgazdásznak tekintem, tehát azt mondtam, hogy benszülött közgazdász vagyok, az összes többi az bevándorló. Tehát ez csak megtanultam azt a szakmát, oda kerültem, de alapvetően a gondolkodásom az közgazdász. És Hódműzővásárhelyen, mint polgármester, azt gondolom, hogy az eredményeim nagy része az abból levezethető. Hogyha mi azt lát, most is úgy van. Hogyha nekem egy olyan lehetőséget mutat valaki, ahol gyorsan megtérül a városnak egy befektetés, akkor én azt támogatni fogom és hajtani fogom. Tehát nagyon sok mindent megcsináltunk. Arra büszke vagyok, hogy Hódműzővásárhelyen van néhány város az országban, ahol ingyenes a tömegközlekedés, a buszközlekedés, Vásárhely is az egyik. Mi vezettük be 3 évvel ezelőtt, ígértem meg, és jó 2 évvel ezelőtt vezettük be. Mi vagyunk az egyetlenek, ahol a városnak az ingyenes tömegközlekedés az kevesebbe került, mint amikor pénzért mentek a buszok. Na erre vagyok én büszke. Tehát, hogy mi ezzel spóroltuk, mi megnyitottuk a versenyt is. Ez eléggé bosszantotta a Volánbuszt is, meg a Fideszt is, de a város sok, több 10 milliót spórolt vele, a lakosok ingyen utaznak, kétszerűen sűrű járnak a buszok, de igaz, hogy kisebb buszok vannak, alacsonypadus, kényelmes használt buszok és kicsik. Kevesebb, mint felállít fogyasztanak, mint a régi majd 40-50 fősik a buszok. Na jó, szóval sok oka van ennek, de az ember, ha közgazdász, vagy például korábban ivóvízzel töltötték fel a strandunk merencéjét, mi egy már korábban megfutt útra egy tisztító berendezést szereltünk, és innentől kezdve 100 milliót spóroltunk évente. És nem sorolom föl, hogy hogyan tudtuk sorra nagyon gazdaságosan kiszervezni és átszervezni a szemétszállítást, a közétkeztetést, a kempinget visszaállítani, bölcsödét visszaállítani, közvilágítást megreformálni, és a többi gazdasági alapon. Amit én nagyon hiányolok a mai magyar vezetésből is, az a közgazdasági gondolkodásmód. Ugye az, hogy az embereket, ahogy korábban ezt a bombás hasonlatot szokták tőlem idézni, ez egy amerikai mondás, megjegyzem, én mindig ezt el is mondtam, hogy van egy ilyen kis vicces valljuk be mondás, hogyha valakik ugye sötétben tartják az embereket és kárjáról letetik, akkor úgy tartják, mint a bombát. Tehát, hogy ebből kiindulva a mai vezetés az pontosan hülyének nézi a saját szavazóit és hazugságokkal áltatja. Ugye azt a hazugságot ígérte nekik, hogy változatlanul fenn fogja tartani a rezsicsökkentést. Minden normális ember, épeszű ember tudta, hogy ez fenntarthatatlan. Én ezt el is mondtam, hogy az én őszinteségem, ezt ő használták a kampányba. Nem, de ahogy őt megszüntették, az se normális. Tehát én azt nem, az Európa egyetlen országa vagyunk, ahol a közvilágítás lekapcsolásától a közintézmények bezárásáig, meg a tömeges vállalati csődökről beszélgetünk, miközben az energiaárak azok mindenki számára emelkedtek. Valamit ez a kormány nagyon rosszul kezelt. Azért kezelte rosszul, mert abszolút nem gazdaságilag gondolkodik. És nem a hatékonyság. Hát azok a beruházások őszintén szólva, hogy nem irítség. A fideszesek számára minden irítség, hogyha mi az ő vagyonokat firtatók, hogy lett százszoros, több százszoros, milliárdos Orbán családjában gyakorlatilag mindenki. Nem az irítség beszél velem, de Mészárosnak az összes vállalkozását tessék megnézni, abból egy se lesz profitábilis. Hogy abból soha nem lesz exportbevétel az országnak, nem technológiai vezető vállalatok, nem fognak jobban fejlődni, nem teremtenek munkahelyeket, nem. Ők csak rátelszenek az államra és szívják a vérét. Hát ehhez nem kell tudás, ehhez nem kell közgazdasági tudás, de ebből az ország nem is fog előre menni soha. Az ország akkor fog előre menni, hogyha azokat a vállalkozásokat támogatjuk, akik valamilyen újat alkotnak, tényleg versenyképesek nemzetközi szinten is, valami innováció van benne, és ha itt tartunk például a Hódműzővásárhelyen, ez a buszközlekedés, ez nem az én ötletem volt, hanem egy vállalkozó, aki korábban érdekes módon a fideszes Tramtrainnek volt az egyik vezetője,
annak idején, azóta most már természetesen letámadta a Fidesz, hogy hajlandó volt szobálni velünk, az ő zseniálisan jó gondolata volt, ő értett hozzá. Én csak láttam, hogy ez milyen jó gondolat, és fölkaroltam, kiegészítettük, kicsit átszerveztük, és nagyon jó, nagyon sikeres lett. Tehát, de hogyha azoknak az embereknek segítünk, akik okos dolgokat csinálnak, kevesebbe kerül. Az elmúlt 12 évben megvolt minden, rengeteg uniós pénz ahhoz, hogy ne csak hódműzővásárhelyen legyen okos rezsicsökkentés. Mert nálunk azzal, hogy leszigeteltük a szociális bérlakásokat, meg az idősek otthonát, meg most egy új bölcsidét is, azoknak töredék annyiba kerül az energiája. 13. kerület Tóth József az egyik legjobb polgármester, legsikeresebb polgármester Magyarországon, 10-20 éve passzív házakat építenek a kerületbe. Annak az energia felhasználása az a szegény lakó, aki beköltözik egy ilyen passzív házba, alig van energiaszámlája. Azokat nem vágja agyon a rezsicsökkentés. Ausztriában lehet, hogy kétszer annyiba került az energia a rezsicsökkentés alatt, mint nálunk, de fele annyit fogyasztottak. És az ő fizetéseikhez képest, hát őket most nem vágja agyon az, hogyha emelkedik, de hát ők eddig is hőszivattyúval, napelemmel termeltek és fűtöttek, jól leszigetelt házakban éltek, hogy lehet ezt okosan is csinálni, hogyha az ember normális és nem gazdasági szemlélettel dolgozik. Úgyhogy valójában azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb dolog, ahogy ez az ország fejlődjön, hogy végre nem tolvajok, hanem közgazdászok legyenek az ország vezetői. Ez a titka. És akkor a hölgynek a kérdésére, tehát én nem szeretném pszichológiailag elemezni, mert nem is értek hozzá. Engem többször jellemeztek már, de ezt is a karaktergyilkosság természetes felejárójának vélem. Nagyon rosszul jellemeztek. Én viszonylag tisztán és önkritikusan szemlélem saját magamat is. Annak idején, mint vezető, mint vállalati középvezető, voltam több tréningen, és a nagy nemzetközi cégek azok általában beíratják a vezetőiket ilyen tréningekre. Önismereti tréning is van, meg vezetői tréning, kommunikációs tréning, és a többi, és a többi. És van ilyen személyiségtípus, ezt mindenkinek ajánlom, ez a DISC elmélet, nagyon Jung személyiség típusaira épül, az mindenki egy kicsit saját magát is megismer, és ez egy nagyon tanulságos dolog. Egy olyan jó teszt van, egy olyan multiválasztós teszt, hogy annyira nem lehet becsapni, hogy azt megmondja a teszt azt, hogy ki milyen személyiség típus. Ez a extrovertált, introvertált, racionális, emocionális térnegyedek közül, mindegyikben van valamennyi mindenkiben, de hogy ki melyikbe tartozik. Nem csak azt mondja meg, hogy ki milyen típus, hanem hogy ki milyennek akarja festeni magát, azt is. Hogy valójában hazudik, amikor azt mondja, hogy kék, mert valójában piros, mondjuk. Tehát, hogy azt a különböző típusokat is megmondja. Na, én büszke vagyok arra, hogy én nálam viszont pont azért, mert nem csak másoknak, én magamnak sem hazudok, én nekem ez a, mondjam, nagyon, az önismeretem az volt olyan, hogy én láttam, a hibákkal együtt is tényleg semmi volt. Én bennem semmi hatalomvágy nincs, sem is volt. Mint ahogy nem akarok gazdagodni sem. Nem volt ilyen célom az életben, még egyszer mondom, 7 gyermek, a szülői munkaközösség vezetés, meg az egyháztanács vezetés, az nem az a pálya, ahol az emberek gazdagok lesznek, meg nagy hatalmuk van. De a magyar, de nem egy ítélendő, tehát a politikában nyilván nagyon sok olyan ember van, akit valóban a meggazdagodás, meg a nem tudom, mondjuk így akkor csak, hogy a hatalombány vezet. Vannak ilyen emberek, kétségkívül, valószínűleg felülreprezentáltak a politikában, nem szükségszerű, de azt azért el lehet ismerni, hogy aki meggazdagodni akar, meg hatalmat akar, az csak akkor van az ellenzékben, ha hülye. Tehát most őszintén szóval, tehát őszintén, hogyha most valaki tényleg gazdaságban azt gondolják, hogy én mondjuk hatalmat akarok, meg pénzt, hát akkor a Fideszben lennék. Jó napot! Jó, tehát van nagyon sok, azzal együtt, hogy ott is vannak tisztességes emberek, szó se róla, de nyilván ott azért többen gondolják úgy, hogy ez egy nagyon jó fizető állás. Amit, lenne egy kérdés majd. És azon át is adom a szót egy pillanat. Azt akartam csak mondani, hogy azt én nem tudom, hogy kik a pszichopaták, bár nyilván mindenkinek lehet valamennyi benyomása erről. Azt látjuk, hogy kik azok, akik tagadják a valóságot, kik azok, akik görcsösen ragaszkodnak valamihez. Tehát nyilván, de hát a társadalomban minden ember ilyen. Ebben a tekintetben szerintem a politikusok nem különböznek a családunkban lévő emberektől, hogy egyik sem hibátlan, nyilván mindenkinek van valami. Amit én hangsúlyoznék, ott is, itt is, politikusok közében is, meg a magánéletben is, az a tolerancia. Hogy az ember akkor tud, hogy mondjam, kényelmesen élni az életben, a világban, ha elfogadjuk, hogy ahogy csúnyán szokták mondani, nagy az Isten állatkertje, szépen fogalmazva, hogy különbözőek vagyunk, hogy mindenkinek van valami happy, mindenkinek vannak hibái, mindenkinek vannak agycicái, vannak meggyőződései, ami vezérli az ő életét, gondolkodik. Fogadjuk el, hogy sokfélék vagyunk, fogadjuk el, hogy a politikusok is sokfélék. Ne acsarkodjunk egymásra azért, mert.
más a neme, a bőrszíne, az orientációja, a szakmai tapasztalata, és a többi. Az egy jó dolog, legyünk sokfélék, fogadjuk el egymást olyannak. Úgyhogy mondom, én még azt is el tudom fogadni, sajnos nem örülök neki, hogy nagyon sokszor ellenzéki politikusok a Fidesz érdekében cselekszenek. Azt szoktam mondani, hogy ennek általában két oka van, vagy ostobák, vagy árulók. Én sokszor ki szoktam zárni az elsőt. Ez tény. De hát ezekkel az emberekkel is együtt kell működni, hogyha közösen akarunk egy eredményeket elérni. Köszönjük, van még egy kérdés. Bő 5 percünk van még, tehát az időnk véges. Átadom Gyulának a szóval. Krasznai Gyula, nagyon szigor. Szóba került a hite és a katolikus hite. Én egy kicsit tudathasadásos állapotnak látom most az országot. A legutóbbi népszámlálás szerint Magyarország nagy része keresztény, és Magyarország majdnem fele katolikus. Ezzel szemben láthatjuk, hogy milyen a közbeszéd, láthatjuk, hogy milyen a politikai élet. Ezt most tréfásan kérdezem, komolyan gondolta, hogy egy becsületes, tisztességes ember nyerhet ilyen környezetben? És még egy kérdés, én maximálisan elhiszem a hitét és elfogadom, meg hát láttam az eddigi megnyilatkozásait és igazat mondott, úgyhogy ezt elhiszem. De mit szól ehhez, hogy ugyanazokkal az emberekkel ül adott esetben templomba, ugyanazokkal a politikusokkal? Például részt vette már mondjuk egy Szentjobb körmeneten kormánypárti politikusokkal, KDNP-sekkel. Köszönöm szépen. Lázár János. Nem, én bevallom őszintén, hogy Szentjobb körmeneten saját magam is 80-as években voltam utoljára. Azt is el szoktam mondani, hogy én régebben vagyok jobboldali, és régebben vagyok keresztény, mint Orbán Viktor, meg a Fideszes. Nem, nagyon örvendetes az, hogyha csoportos megtérések történnek, ezek általában némi politikai motivációt feltételeznek ugyan, de hát nem tudni, a szentileg kutyai kifürkészhetetlenek, úgyhogy lehetséges, hogy tényleg, amikor Orbán Viktor megtért, akkor hirtelen a Fidesz nagy része is megtért. Ne zárjuk ki ennek a lehetőséget. Az egy nagyon szép dolog egyébként, tehát önmagában, hogyha valaki hogyan keresztény hitre tér és a keresztény elveket magáénak vallja, ez a mai politikai gyakorlatban elég sok mindent kizár. Nem kell, hogy belemenjek, elmondtam, hogy engem a korrupció mennyire fölháborít. Ferenc pápa mondta, azt úgy emlékszem, hogy a társadalom elleni legnagyobb bűn a korrupció. Tehát, hogyha ezt most úgy értelmezzük, ahogy szerintem nem lehet máshogy értelmezni, akkor ma, hogy már igazi keresztény ember nem támogathat olyan pártot, egyet sem, soha nem szavazhat igazi keresztény ember olyan emberre, aki korrupt bűnöző tolvaj, aki mondjuk a cigányságot hátrányosan megkülönbözteti és gyűlöletbeszédet folytat, bőrszín alapján, származás alapján, más magyar honfitársai ellen, aki szexuális orientáció alapján hasonlóképpen gyűlöletet szív mások ellen, ne adisten a családjában, meg a pártjában nagy számban vannak is ilyen emberek. Tehát, hogy ez erkölcsileg fölfoghatatlan nekem, hogy valaki hogyan meri azt állítani, hogy neki bármi köze van a kereszténységhez, miközben ezeket a cselekedeteket nap mint nap gyakorolja. Tehát én azt gondolom, hogy a kereszténység az egy nagyon szép és nemes dolog. Mindannyian arra kell, hogy törekedjünk, hogy felnőjjük ehhez a nemes eszméhez. Ez nem csak a keresztény vallású emberekre igaz, mert az egész nyugati társadalomnak, sőt, ahogy az előbb mondtam, az emberi társadalomnak is az egyik alapja az, hogy az önzetlenség. Ugye, ha csak az ősz is épül a társadalom az nem tud virágozni, nem tud fejlődni. A kapitalizmus egy nagyon hatékony dolog, de egy kontrollálatlan kapitalizmus az nem eredményez egy elviselhető társadalmat. Tehát kell az önzetlenség a társadalomban, és hál' Istennek mondom, Amerikában, ami a legkapitalistább ország talán, ott a legnagyobb a kereszténység is, ott a legnagyobb az emberi segítség is. Amerikában nincs effektív szociális védőháló. Tehát az állam ott a befizetett adóból rakétákra többet költenek, mint a szegény emberek etetésére. De a társadalom cserében igenis sokat tesz azért, hogy az emberek ne halljanak éhen, meg ne az utcán pusztuljanak el. Olyan történeteket tudnék mesélni arról, hogy mi is mit éltünk meg Egyesült Államokban, hogy tényleg éreznék, hogy ez micsoda csodálatos dolog. Amikor megszületett a 7. gyermekünk ott az Egyesült Államokban, akkor a szomszédok,
és ez nem miattunk volt itt, hanem mert ott van ilyen szokás. A szomszédok megjelentek, és azt mondták, hogy akkor a következő egy vagy két hétben a feleségemnek a gyermek ágy miatt ne kelljen főzni, ők mind beosztották egymás között a szomszédaink az utcában, hogy melyik nap kihoz ebédet a családnak. Egy hét gyermekes nagy családnak. A szomszédok hozták az előre lesütött, megfőzött ebédet. De a templomban egyébként pont Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett templomban, bár ott magyarok nem éltek, egy közeli településen, ott is a mise után, amikor a közösség felolvassa a híreket, akkor elmondták, hogy most sajnos az egyik édesanyja rákos lett a közösségben. Ott van a templom végében egy füzet, tessék feliratkozni, hogy ki fog nekünk bevásárolni, takarítani, főzni, hogyan tudunk segíteni neki. Hát bár a magyarok lennének ennyire összetartóak és szeretetteljesek. Ezek olyan szép dolgok, amit el kell tanulni. És ebben az országban, ott mondjam, mert a munkatörvény segély már nálunk sincs nagyon, de szóval, hogy ott nincs például, most sincs kötelező egészségbiztosítás. Ha valaki ott rákos lesz, az lehet, ha nincs pénze, akkor lehet, hogy meghal, ha nincs biztosítása. És hát viszonylag sok embernek azért nincs. Sajnos nálunk van biztosítása, és úgy sincs túl sok esélye. Éppen az idén nekünk az egyik alpolgármesterünk, az gyermekorvos, azt hiszem májusban volt, hogy jövő januárban kapott vizsgálatra időpontot egy rákos kislánynak. Ez Magyarország, 2022. Na, ennél Amerika se rosszabb, de Amerikában ténylegesen nincs Universal Healthcare Coverage, egyetemes társadalombiztosítás, egészségbiztosítás. No, tehát hogy a kereszténység azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eszmény, egy nagyon fontos dolog, akkor, hogyha az ember hisz. Benne komolyan veszi. És hogy mi azt is szoktuk mondani, hogy vannak hát nem csak laikus keresztények, hanem olyanok, akik nem is tudják, hogy keresztények. Nem is keresztény vallású emberek, de tökéletesen a mi hitünknek megfelelően élnek és cselekszenek. Tehát lehet valaki buddhista, meg mohamedán, meg ateista, és tökéletesen megtestesítheti azt a szeretetet, azt az önzetlen másokhoz, kicsikhez, szegényekhez, nyomorultakhoz lehajló szeretetet. Tehát én nem... Nekem kell a Jézus Krisztus tanítása, meg az, hogy misére járok, és ott erre tanítanak, meg magamba szállok. Valakinek nem kell. Nem kell misére menni, és akkor is tökéletesen tudja ezt. Én leborulok előttük. Szerintem egy szép dolog. És nem az, hogy ki mit val be a népszámláláskor, az egy dolog, és az, hogy ki hogyan él, az egy sokkal fontosabb másik. Úgyhogy természetesen mondom, mi nekünk azt is el kell fogadni, hogy az emberek mások, azt is elfogadjuk, hogy más vallásúak, vagy nem vallásosak, vagy nem gyakorolják vallásukat. Ez megint csak a tolerancia. A társadalomban, politikusok között is, szomszédainkkal, barátainkkal, családunkkal fogadjuk el, hogy másfélék vagyunk. Köszönöm szépen, és mielőtt átadnám Pistének a szót, engedjétek meg, hogy én magamnak is megköszönjem a magyar politikában a én mondom, hogy a kultúraváltás emberét, Péternek a jelenlétét, és hogy megtisztelt minket. Abba a megyében, ahol tulajdonképpen ő az előválasztáson például második lett, de itt van másodikon van közöttünk, és nagyon tanulságos perceket töltöttünk ebben. Engedjék meg, hogy az utolsó felszólalónak egy kapcsán egy kis reklámot is kifejtsek. Van a mi Kossuth körünknek egy online újságja, az nem hangzott a körben el, a Szabad Nemzet, és mutassam be a főszerkesztőjét, Krasznai Gyulát, aki megérdem egy tapsot. Szabad Nemzet főszerkesztője, online újság, nagyon nagy energiával vetette magát, és minket is rugdos azért, hogy megfelelő cikkek kerüljenek bele. Kérem, hogyha idejük engedi, lapozzanak bele az online újságba, köszönjük Gyulának. És én javaslom még, hogy nevezzük ezt a kört el párbeszédkörnek, mert nyitottak vagyunk, befogadók vagyunk, és ugye szokták ezeket az estéket polgári estéknek is nevezni, máshol legyen párbeszéd kör, aminek más tartalma van, és talán egy kicsit szélesebb, és a középre tartó, a politikai középre tartó embereket, vagy a középre is tartó embereket nagy szeretettel várjuk a következő alkalmakra is, amiről a Pista barátunk fog beszélni. Hát kedves párbeszéd körösök, akik itt megjelentitek,
Az időnk véges, sajnos eddig terjed ki a teremfoglalásunk. Én nagyon szépen köszönöm Márki-Zay Péternek, hogy eljött és elmondta gondolatait nekünk. Köszönöm Sándornak a moderálást. Azt szeretném közölni mindenkivel, hogy ez az a párbeszédkör, ez folytatódni fog októberben, vagyis novemberben és decemberben is. Novemberben Hadházi Ákost fogjuk vendégül látni, és decemberben pedig Kukorelli Endrét. A párunk akkor is mindenkit nagy szeretettel, és köszönöm, hogy eljöttek. Viszontlátásra! Parancsolj, Ilona, gyere, mondj! Bocsánat, én azt tenném hozzá ehhez a párbeszédhez, hogy mi rendszeresen két hetente az irodában egy-egy témát feldobva beszélgetünk. Úgyhogy erről híradást is adtunk, és adunk is rendszeresen, hogy ezekbe is velünk önöket szeretettel.